Sziasztok! Az előző videón volt a tortácska, ami alig látszott, de egy megjegyzésben próbáltam leírni mindent, miről szól. Ez most egy másik stílusra van felállítva a telefon, hogy videózza a gépet. És a mai videóban az alvilágba fogunk randozni, újra a kreatívba, és persze a tortácska szerepel velünk. És ha persze tetszik a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Kezdjük is el ezt a mai videót. Kezdjük. Na, tortácska, te itt maradsz szépen, jó? Én elmegyek az alvilágban, hogy megnézni, mi van ott. És bemutatni a nézők előtt, hogy az alumnak csodáit. Persze csak oda megyek, van, ahol mit ismerek, mert lehet, hogy a nézők jobban tudják, mi van az alvilágban. Nem vagyok egy nagy Minecraftos. Úgyhogy... És ma láttuk, hogy a Forest Core valamilyen domin csinál írt megjegyzést. Nagyon köszönöm, és ki is írjatok nyugodtan. De ha nem szeretnétek, nem? Na, akkor kezdődjön. Csak most jut eszembe. Elmegyek a világba. Jó? Csak egy 10 perces videó lesz. Csak órákra. Csak ugye hallottam, hogy úgy kell csinálni, és a bőrt lerakunk. Enderman szak. De ez egyébként tényleg az. Mindig nincs elég helyt komolyan. Szóval meg is nyugodt a kéz. Tortácska. Csináljátok-e? Na, menjünk be! Köszönöm az feliratkozást. Ez lovas. Ilyenkor ki kell jönnünk. Na, menet. Menet! Menjünk a tatóhely, sokláva meg minden. Legalább kreatívba vagyok. Alig meghaltam volna. Egyet. Megyek. Egy kört, vagy itt is tudok kocsegelni, mindenképpen. Ezt ugye az a barkács, mely jelent valamit. Szia! Jó, most nem bántalak titeket, mert megszokott, hogy ti itt vagytok, de egyébként szépen nem sok. Thank you.
Nagyon rossz püdős. Zsibzsabsz van, ez most ugye nem sokára bemutatom, amit tudok. Csak úgy gondoltam, hogy egy kis maga nem ér. Menjen. Menjünk. És most elveszettem az edit amúgy sem el. Olyan lényeges, ha levázol. Majd amúgy is rengeteg lába van. Na, akkor az első, amit bemutatok, ilyen kis videó is. Szóval a mai videóban szerintem jöttem, hát lényegesen tök tíz dolgot, amit tudtam az alvilágban, és aztán nektek. Persze csak annyival jön az első, ami a láva. Hát igen, ez a legkönnyebb, de itt meg láva van. A Survivorban nem is mertem ide jönni, sőt nem is tudtam volna, mert csak gyűjtögetni, csak nagyon ritkán ezért vagyok, hogy próbáljam. Jöjjön a második, ahogy felettünk van egy másik fajta világ, amit nem tudom, írjátok lájkot, hogy ez milyen világ, és szépen lehet sétálgatni, próbáltam repülni, de nem tudom. Nem a legnyugtatóbb érzés, főleg úgy, hogy minden piros itt, de itt lehet menni, építkezni. Jó, van, inkább nem, még gondoltam, inkább nem. Felfordítottam az egész, amit csak adtak volna nekünk. Na mindegy, harmadik, mi legyen, hát itt rengeteg sok van, biztos észrevettétek, főleg ilyen az a piros, egészben ez van a negyedik, ez egy Minecraft történet kapcsolódik, hogy így jött a világ, hogy a Herobrine csatát indított, azért lettünk egy szörnyet, és jön az ötödik, hogy rengeteg a szörny. Ez megszokott, ez a szörnyek városa. Szoktunk látni szörnybörtönt is néha. Igaz, ezt így? Láttunk ilyen szörnyházakat is. De mindenhol azok vannak, csak ezt kell venni. Ez alatt már nincs világ, meg is mutatom. Inkább ezt ne próbáljátok ki. Most majd próbálok lemenni. Honnan jön az a zene? Videónak a végéről. Ja, azt hittem, hogy a Minecraftba. De az a... Mit látják, az az alvilágnak az alja. Itt ugye megtudunk. Most kezdjük ezt az egészet. Mi történt?
Virágt, ha meghaltam. Jöjjön a hetedik tortacska, mindjárt jön. Három dolgot bemutatok a nézőknek. Pedig keressük meg a szőnyek házát. Szóval ezt terveztem ma. Mára. Gondoljam talán. Az a lényeg, hogy van, és is keressétek meg. Le. Igen, ezt megpróbáljuk. Ennyi elég, szóval ez csak egy ilyen kis hét dolog. Szóval ami csak úgy eszembe juthat. És ha ti is szeretitek a Minecraftot, és szeretnétek még ilyen Minecraftot tőzőidekat, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és lájkolni a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következőben!